39 holttestet találtak egy bolgár kamionban a délkelet-angliai Essex megyében. A jármű szombaton érkezett Bulgáriából. A rendőrség őrizetbe vette a kamion északír sofőrjét, őt gyilkossággal gyanúsítják. A rendőröket a mentők hívták a helyszínre. A mentők értek először a helyszínre, de sajnos a konténerben már mind a 39 ember halott volt. Az első vizsgálatok szerint az áldozatok egyike egy tinédzser, a többiek mind felnőttek. Ez egy igazi tragédia és egy nagyon szomorú nap a rendőrség és a helyi közösség számára. Mindent megteszünk, hogy kiderítsük, mi vezetett ezekhez a halálesetekhez, mondta a megyei rendőrfőnök helyettes. A tragédiával a brit parlamentben is foglalkoztak. Boris Johnson miniszterelnök szólt a képviselőkhöz. Ez egy igazi tragédia, igazán szívszorító, és tudom, hogy most az egész parlament együtt érez azokkal, akik életüket vesztették, mondta Boris Johnson miniszterelnök. A kamiont Thurrock városának Waterglade nevű ipari parkjában fedezték fel. A kamion Holyheadben lépett be az országba. Ez Nagy-Britannia nyugati partvidékének egyik legforgalmasabb kombkikötője. A rakodóhely elsősorban a Nagy-Britannia és Írország közötti kombforgalmat szolgálja. Az ipari park, ahol a kamiont megtalálták, a délkelet-angliai Dover kikötőjébe, illetve a csatorna alagút termináljához tartó kamionok pihenőhelyeként is szolgál.